She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, a baby at your... Ja, Siringa vagyok, és üdvözlök titeket újra a csatornán. Ez a videó most kicsit más lesz, mint amit megszoktatok, ugyanis az iskolánkban, a Szekszárdi Görrel János gimnáziumban most zajlik a gólyahét, és arra gondoltam, hogy a csütörtöki szavazás megkönnyítéséért csinálok egy összegző videót arról, hogy akkor kinek melyik volt az előadása, hogy lássuk azt, hogy ki kihez tartozik. Tehát az osztályokhoz legyen egy konkrét képünk, hogy melyik osztály mit csinált. Úgyhogy úgy gondolom, hogy először is nézzük meg a jelölteket. Buzás Panna Napsugár vagyok, a 9. Ágója királynő jelöltje. Én pedig Gárdi Bájt, a 9. Ágója király jelöltje. Én Szente Zsófi vagyok. Én Rivoi Barnabás. A 9. B-ből. Vizsuzsi vagyok, a 9. Ágója királynő. Én meg Kaszó Győző vagyok, a 9. Ágója királynő. Sziasztok, Kenész Kata vagyok, a 9. Ágója királynő jelöltje. Én meg Takács Kovacsintén, a 9. Ágója király jelöltje. Most, hogy a jelölteket már láttuk, szerintem mindenkinek vannak kedvencei, és esetleg meg is írhatnátok kommentbe, hogy nektek ki a legszimpatikusabb a jelöltek közül. Ugye eljött az első nap, indult a reggeli torna, a gólyák megcsinálták a feladatokat, amit a dökösök adtak nekik, úgyhogy hallgassuk is meg a gólyák véleményét a reggeli tornáról, illetve a gólyatáborról. Hangosabban! Milyennek érzed az osztályt a gólyahéten? Nagyon jónak. Én úgy gondolom, hogy van esélyük nyerni. És milyen volt a gólyatábor? Nagyon jó. Milyen feladatok voltak? Mi volt a kedvenced? Nőnek költözés. Hát együtt állítottuk össze a koreográfiát. Valaki ezt, valaki azt. Igen. És a zeneszámokat kiválasztottam. Vagy milyen? Közösen. Mi az egész osztály. Hát sok színű, hogy retro, vagy mai. Olyan mind. Számokat próbáltunk választani, ami nagyon ismert, és sokan ismernek. Mennyit készültetek? Mennyit próbáltatok? Hát rá? Már egy hónap. Próbák nagyon jó hangulatban teltek. Az együttműködés nem mindig jött össze, de végeredmény szerintem jó lett. Az eredeti tervet azért nem sikerült előadni, mert az díszteremben lett volna a világítós festékkel, és az a sötétben látszott volna, de kint a fényen nem látszik. Mennyit készültetek erre az előadásra? Hát elég sokat, körülbelül másfél hetet. A próbák milyenek voltak? Milyen hangulatban teltek? Hát jó hangulatban, viszont elég nehezen ment betanítani a koreográfiát, de... Vagyunk már is a második napon, amikor a reggeli tánccal indult ez a nap, úgyhogy szeretnék megmutatni nektek egy bejátszást arról, hogy milyen ügyesen tanulták meg a táncot, és mutatták magukat. Remélem, hogy hasznosatok volt ez a videó, és tetszett nektek, és segítsetek a holnapi szavazásban. Köszönöm mindenkinek, sziasztok!